Ez a látkép fogadja a Siolgárdra érkezőket. Néhány nappal ezelőtt az egyik áramszolgáltató cég brutális módon metszette meg a település fáit, mert a növények már akkorára nőttek, hogy veszélyeztették a település áramellátását. Siolgárdon rendszeres áramszünetet okoztak a vezetékek közé nőtt fenyőágak, így a visszatérő áramszünetek megelőzése érdekében ezeket le kellett gajazni. Így az áramszünetek nem fognak ismétlődni, de hosszú távon olyan megoldásra lenne szükség, hogy a biztonsági és lehetőleg az esztétikai szempontok is teljesülhessenek. A polgármester elmondta, hogy elsősorban nem az esztétikai állapot zavarja a legjobban, hanem hogy akár balesetveszélyes is lehet. Egy fenyőnek például magasan a földfelszínhez közel vannak a gyökerei, így az aránytalan súlyelosztás miatt egy nagyobb szél könnyen kifordíthatja az eső által fellazított földből. Éppen ezért Gerő Attila polgármester javaslattal fordult a szolgáltató céghez. Olyan fák vagy növények bemutatása, ami ugye elfér még a közterületen, és az ő áramszolgáltatásukat sem zavarná. Ez lehet akár egy nagyobb léptékű program is, amivel meg tudnánk mutatni azt, hogy szép legyen a település, de viszont az ilyen veszélyeket se hordozza magába, hogy leszakítja az ő vezetéküket. Az áramszolgáltató cég nyitott volt az ötletre, és ők is úgy gondolják, hogy hosszú távon az a megoldás, ha olyan fákat ültetnek a közterekre, amik nem veszélyeztetik majd az áramellátást. Ezért megállapodtak, hogy a pandémiás helyzet után közös bejárást tartanak, ahol egyesével döntenek majd a kérdéses fák sorsáról és az újak telepítéséről.